A Pentagon elutasította a lengyel kormány ajánlatát, hogy átadná a NATO-nak amerikai kezelésbe MiG-29-es vadászrepülőgépeit, hogy utána azokat az ukrán hadsereg használhassa. Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője John Kirby közleményében úgy fogalmazott, folytatjuk a konzultációt Lengyelországgal és más NATO szövetségeseinkkel erről a kérdésről, és az ezzel járó nehéz logisztikai kihívásokról, de nem hisszük, hogy Lengyelország javaslata tartható lenne. Kijev fegyverzetet, így vadászrepülőket is kért a nyugattól, Washington pedig vizsgálta annak lehetőségét, hogy a lengyel MiG-eket adnák át, cserébe pedig Varsó amerikai F-16-osokat kapna helyettük. Az amerikai tisztviselőket azonban most meglepte a lengyelek nyilvános felajánlása. A Fehérház tisztában van azzal, hogy egy ilyen döntés morálljavító lenne az ukránok számára. Viszont egy szélesebb körű háború kockázatát is felveti.